Maglay Jenő bírálta a városvezetés elmúlt 2 éves munkáját. Szabadka polgári mozgalmának frakcióvezetője úgy látja, a hatalom képviselői nem tartották be választási ígéreteiket. Szerinte Szabadka fejlesztése nem mozdult előre. A nagy stratégiai projektjei városnak azok sajnos állnak. A színháznak a kérdése. 2 éve a színház építés áll. Ez a városvezetés nem volt képes 2 év alatt ezt a projektumot továbbvinni. A palicsi tónak a rendezése, a palicsi ekológiai projektumok 2 éve állnak szintén. Maglay Jenő szerint a helyi médiumok a fontos kérdésekben nem szólaltatják meg az ellenzék képviselőit. Hozzátette, az autocenzúra komoly mértékben befolyásolja a médiaházak szerkesztéspolitikáját. Arról mi a véleménye, hogy azért a Pannon Televízió a sajtótájékoztatóikon megjelenik, és a városi képviselőtestület ülésein is mindig az önök véleményére is kíváncsiak vagyunk? Én ezt megértem, hogy a Pannon Televízió igyekszik abban, hogy legalább a minimális szinten tájékoztassa, vagy legalább helyet adja a minimális szinten. De azt gondolom, hogy az objektív tájékoztatáshoz ez nem elegendő. Az objektív tájékoztatás az magába kellene, hogy foglalja azt is, hogy azokról a kérdésekről, amelyek igazából fontosak egy közösség részéről, azokban a kérdésekben az ellenzék minden alkalommal megszólaljon. Maglay Jenő kifejtette, Szabadka polgári mozgalma az elkövetkezőkben járni fogja a terepet, szeretnének sokkal többet egyeztetni az emberekkel, a helyek problémáival foglalkozni.